Ezt a hanganyagot két valós történet inspirálta. Két megtörtént eset. Egyik sajnálatos módon egy kedves utitársammal, igazságszerető bajtársammal, hogyha szabad így mondanom, történt, aki valamikor gyülekezeti pásztor volt. Az, hogy melyik gyülekezetben, azt szerintem nincs értelme mondjam, mert nagyjából egylére mennek sajnos. Tehát mély tisztelet a kivétel, vannak kisebb csoportok, ugye ott a 2-3 ember, akár több is, kicsivel több is, meghittségben, őszinte igazságszeretetben összegyűl, és táplálkoznak a mindennapi kenyérből, amelyet az Úristen kínál számukra. De, mint mondtam, ez a pásztor is, vagy ez a személy is egy ilyen gyülekezeti pásztor volt valamikor, réges-régen, és ugye hát az ő története is inspirálja ezt a felvételt, ezt a hanganyagot, valamint egy másik történet, aminek a lényege ugyanaz, mint ennek a történetnek. Na de mi a lényeg? Mi a pásztorjáték? A pásztorjátéknak a címe az, hogy a pásztor lelépett, a bárányok szétszélettek. Az történt a kedves barátommal, utitársammal, és itt hangsúlyozom, hogy én nem akarom őt megvédeni, mert úgy érzem, hogy nem az én dolgom, hogy őt megvédjem. Mert ha neki nincs, aki őt megvédje, nincsen neki Isten, aki őt megvédje, hát akkor maradjon végtelen. Ezt tudom mondani. Tehát én őszintén bízom benne, hogy neki is van, aki őt megvédje, akit megvigasztalja, aki őt segítse. Mint ahogy megértetett a Jézus Krisztus által. Tehát az ő története arról szól, hogy ő is beleesett ebbe a pásztorjáték csapdába, őt is felavatták, beavatták, ő is ilyen gyülekezeti pásztor lett, egy karizmatikus gyülekezetnek a pásztora, úgymond pásztora, lelkésze, de inkább nevezzük pásztornak. És az történt, hogy amikor ő meglátta, hogy miről szól ez a pásztorjáték, Isten kegyelméből megláthatta, hogy miről szól a pásztorjáték, ez a pásztorjáték, amiben ő részt vesz, miben tér el attól, amit az egyedüli pásztor tanított, és amit ő mondott nekünk, akkor úgy érezte, hogy bajban van. Követve a mindenható Isten hívó szavát, ott hagyta ezt a pásztorjátékot, lemondott pásztori szerepéről, elhagyta azt az egész mozgalmat, amit ugye a Jelenések könyve Babilonnak nevez. Ez az a kereszténység, ahol tényleg olyan dolgok történnek, amelyeknek nem sok köze van, vagy részben van köze Jézus tanításaihoz. Persze, miután ő eljött a nyáj a jóknak, a bárányoknak egy része szétszélett, egy része visszament a világba, és a másik része átpártolt egy másik pásztorhoz, más pásztorokhoz, és beálltak egy másik nyájba, ahol ugyanaz történik, ami az előző nyájban is történt, hogy az úgynevezett pásztor kiáll a bárányok elé, a jók elé, és elmondja számukra, amit Isten üzen rajta keresztül. És ezáltal is elhitetve az embereket, úgymond a juhokat, a bárányokat, hogy nekik szükségük van az úgynevezett emberpásztorra, hogy el ne tévedjenek és eljussanak a mennyország kapujáig. És hát nyilván maga a szervezet, a vallásos szervezet neheztelt erre a személyre, hogy ott hagyta őket, hogy nem vállalta tovább a pásztori szerepét, és nem volt hajlandó alárendelni magát és az egész életét ennek a vallásos hierarchiának, hanem úgy döntött, hogy ő elmegy és megkeresi az egy igaz pásztort, aki azt ígérte az ő kedves tanítványainak, barátainak, hogy velük marad az idők végezetéig.
és ők hallani fogják az ő hangját, és követni fogják őt. Tehát az egyedüli igaz pásztor, ugye, aki ezeket a szavakat mondta, ő azt mondta, hogy aki hozzá tartozik, mindenki személyesen fogja hallani az ő hangját, és követni fogja azt, engedelmeskedni fog neki. Ugye ezzel szemben a pásztorjátékokban az történik, hogy egy bizonyos ember felhatalmazza magát, vagy felhatalmaztatik más emberek által, hogy az emberek pásztorává teszi magát. És ezáltal befödve az ő fejüket, azaz beállva az egyedüli pásztor és az emberek közé, hogy elhitesse velük, hogy nekik szükségük van rá, az ő pásztorára, meg annak pásztorára és annak a fő pásztorára, és a szervezetre, hogy meghallják Isten szavát. Holott az egyedüli pásztor azt mondta, hogy az ő juhai, az ő bárányai megismerik, hallják az ő hangját, és követik azt. És velük maradt az idők végezetéig. Na de ezek a személyek sajnos nem az ő hangját hallják, hanem a földi pásztornak a hangját, aki úgymond felhatalmazta magát, hogy beálljon a pásztor és a jók közé. És persze, mint mondtam, ez a szervezet neheztelt erre a személyre, hogy ott hagyta a nyájat, és a nyája ugye szétszilettek, egyesek visszamentek a világba, mások átmentek más ilyen gyülekezetekbe, más pásztorjátékokba. A másik történet ehhez hasonlatos történet, tudtam, mert ez Ausztráliában történt, szintén van egy ilyen pásztor, egy ilyen emberpásztor, aki azzal próbálta a saját igazát úgymond megvédeni, és azzal próbált érvelni, hogy akik elhagyták az ő nyáját, mind visszamentek a világba. És látszólag neki van igaza, neki volt igaza. Mert ugye, hát a nyáj, ugye az emberek nem hallgattak a pásztornak a szavára, és visszafolytak a világba. De viszont valójában mi is történik ilyenkor? Előrejelzem, hogy nagyon sokkoló kijelentéseket teszek, és nem várom senkitől nekem ezt elhiggye, hanem inkább arra bátorítok mindenkit, hogy személyesen vizsgálja meg, menjen be az ő belső szobájába, kérjen az Úristentől kijelentéseket, tanulmányozza az egyedüli pásztornak a kijelentéseit, a tanításait, és nézze meg, hogy amit mondok, az megáll-e az ő beszédei szerint, az evangélium tanítása szerint. A sokkoló kijelentés, amelyet most teszek, az, hogy azok a személyek, akik a pásztornak a távozása miatt szétszélettek és visszamentek a világba, elsősorban soha nem is tartoztak az egy igaz pásztorhoz. Ők a szervezethez tartoztak, ők az ember pásztorhoz tartoztak, és amikor az lelécelt, ugye, ott hagyta a nyájat, ők szétszélettek, visszamentek a világba. De miért tudott ez megtörténni? Akkor, amikor az egyedüli pásztor, a tanító, a mester, a megváltó azt mondta, hogy az ő juhai, az ő bárányai hallják az ő hangját, és engedelmeskednek majd neki, és ő velük marad az idők végezetéig. Miért tudott megtörténni ez, hogy ezek az emberek, ezek a juhok szétszélettek? Azért, mert ők nem hallották az ő hangját. Ők a földi pásztornak a hangját hallották, aki a pásztorjátéknak, a földi pásztorjátékoknak a főszereplője volt. És ezért tudott megtörténni az, hogy ezek a személyek úgymond szétszélettek, visszamentek a világba, és bementek, beálltak más nyájakba, más jó nyájakba, más
földi pásztorok hatalma és tekintélye alá. Drága embertárs, nem rossz indulattal mondom, amit mondok. Kérlek, ne hidd el nekem, vizsgáld meg, olvasd el Krisztus tanításait, imádkozz, hogy kapj meg értéseket, és úgy vizsgáld meg ezeket a kijelentéseket. De, mint mondtam, én azt tanultam az egyedüli pásztortól, akivel, hála Istennek irgalmából van egy személyes kapcsolatom, akitől kapok álmokat, akitől kapok víziókat, sugallatokat, látásokat, megértéseket. Ő azt mondta, hogy az ő báránya, az ő juhai hallják az ő hangját. Ezek, akik szétszélettek, visszamentek a világba, és beálltak más gyülekezetekbe, ők soha nem is hallották az ő hangját, mert ha hallották volna az ő hangját, biztos nem mentek volna vissza a világba. Ők az emberek, a vallási tekintélyek, a vallási pásztorok hangját hallották, és nem az igazi pásztor hangját. Ezért tudtak visszamenni a világba, és mások filelmükbe beálltak más jó nyájakban. De azok a személyek sem tartoznak az igazi pásztorhoz, az egyigaz pásztorhoz, aki hangsúlyozom, azt mondta, hogy az ő juhai hallják az ő hangját. Ha te most valamilyen ilyen nyájhoz tartozol, valamilyen pásztorjátékban te is részt veszel, és emberi tekintélyeket követsz, megkérlek szépen az Isten szerelmére, tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy hallod-e az egy igaz pásztornak a hangját. Amennyiben hallod az ő hangját, és engedelmes vagy neki, miért van szükséged földi pásztorokra, akik irányítják az életedet, és akik rosszabb esetben kizsákmányolnak téged, elveszik a pénzedet, az idődet, és így tovább, és így tovább. Azt hiszem, nagyjából be is fejeztem ezt a felét, ezt a hanganyagot, nagyjából a lényeget. Elnézést. Elmondtam, érdemes ezen elgondolkodni. Tehát a kereszténységben, a vallásos kereszténységben mély tisztelet a kivétel. Az úgynevezett bárányok, a juhok embereket követnek. Nem a, úgymond a főpásztort, az igazi pásztort, aki azt mondta, hogy a hangját majd hallani fogjátok, hallani fogjuk. Aki azt mondta, hogy én most elmegyek, de küldöm hozzátok a Szent Leleket. És ő megtanít mindenre. Nem a szent pásztort, szent földi pásztort, hanem a Szent Leleket küldöm. Nem akarok neveket felsorolni, mert ezt már többször megtettem, és nem tartom teljesen helyesnek a személyeskedést. De úgy gondolom, itt mindenki nagyjából ráismer arra a pásztorra, aki úgymond átveszi szó szerint Istennek a szerepét az ő életében. És ha netán azzal is valami történik, az is meggondolja magát, Isten őt is kihívja Babilonból, akkor megint az történik, hogy az ember kétségbe esik, és vagy visszaszalad a világba, vagy pedig beáll egy másik pásztorjátékba, egy másik júnyájba, ahol megint emberek fogják neki megmondani, hogy mit üzen számára Isten. Isten irgalmazzon, könyörüljön az ő lelküknek. Ezekkel a szavakkal is nyilván mindenkit arra biztatok. Főképp azokhoz a személyekhez szólok most, akik már az úton elindultak, már hallottak az evangéliumról, ismerik valamennyire Jézus tanításait, hogy hozzá forduljanak. Ő azt mondta, hogy hallani fogjuk az ő hangját. Az mondatot János által, hogy nincs szükségünk arra, hogy bárki is tanítson minket, mert az a kenet, amelyet az egy igaz pásztortól kaptunk, elvezet minket minden igazságra, akkor mi történik a gyülekezetekben, a keresztény gyülekezetekben? Ott, ahol egy ember folyton megmondja mindenkinek, hogy mit kell csinálni. Mindenki hallgat, maximum tapsol és énekel, de egy ember mindig elmondja, mit kell csinálni. Nagyon veszélyes dolog, ami történik a mai kereszténységben, és őszinte szívből kívánom, hogy minél több ember meghallja ezt a kiáltó szót, és kimeneküljön Babilonból, amíg még nem késő. Teljes szívével, teljes elméjével és lelkével az egy igaz pásztorhoz forduljon. Olvassa el az evangéliumot, tanulmányozza azt, kérjen megértéseket, és kérjen vezetést, kérjen álmokat,
segítségét, hogy tudja, hogy merre kell mennie, kit kell megszólítania, az egy talentumot hol kell befektetnie. Tehát őszintén bízom benne, hogy mindenkit arra inspirál kell a hanganyaggal is, hogy személyesen az egyigaz pásztorhoz forduljon, és tényleg az a kérdés, hogy mit csinálok én itt? Mit keresek én ebben a tömegben? Ott, ahol egy ember mindig elmondja, hogy mi a tuti. Holott Jézus egyáltalán nem erről beszélt. Pál nem erről beszélt. Mi történik a pásztorjátékokban? A legdurább dolog, még ezt hozzáfűzöm ehhez a felvételhez, az, hogy sajnos, aki részt vesz valamelyik pásztorjátékban, annak a feje, mint hogy Pál is mondja, hogy ez egy képes beszéd, remélem, hogy megértitek, a feje be van födve, de nem Krisztus által, hanem egy másik ember által, egy pásztor, egy földi pásztor által, egy vallásos tekintély által, akinek a feje be van födve, egy másik ember által, aki mindig egy másik ember tekintély után igazítja az életét, az ilyen személy nem tud segíteni a rászorulóknak. Nem tudja meggyógyítani a beteget. Nem tudja őt elvezetni a főpásztorhoz. Az olyan személy, aki alárendeli magát valamilyenféle földi pásztornak, vagy vallásos tekintének, az maximum csak annyit tud csinálni egy rászorulóval, hogy elhívja őt ahhoz a pásztorhoz. Az a pásztor meg elhívja őt az ő pásztorához. Az meg elhívja őt az ő főpásztorához. És így tovább, egészen a pápáig. De hát akkor miért halt meg Jézus? Miért áldozta fel önként az életét? Azért, hogy mi pásztorok után futkorászunk, ilyen földi pásztorok után, hogy részt vegyünk a vallásos hierarchiában, hogy ember embert kövessen, vagy pedig azért, hogy akik hallják az ő hangját, mindannyian testvérek legyenek, egymást segítsék, egymást bátorítsák, és arra ösztönözzék, hogy mindenki személyesen hallja az egyedüli pásztornak a hangját, hogy tudja, hogy mi az ő személyes feladata. Miért halt meg az egyedüli pásztor? Miért vállalta ő önként a kereszthalált? Azért, hogy emberekre figyeljünk, hogy emberek után menjünk, földi pásztorok után futkorászunk, vagy pedig azért, hogy halljuk a Szent Lélek hangját, hogy igazi örömünk, igazi vigasztalásunk, igazi bátorításunk, igazi segítségünk legyen. Ezt a kérdést sok szeretettel kérlek, hogy tedd fel magadnak, amíg még nem késő. Isten áldjon!